Jó estét kívánok! Ez itt a téma, azonnal mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk ma. A Fidesz vezetőségének a fele börtönben lesz 2026-ra, a többi között ilyen erős mondatok hangzottak el Márki-Zay Pétertől. Megkérdezzük, mire alapozza ilyen és hasonló állításait. Egy vértelen forradalom sem zárható ki, illetve nem térhet vissza a NER 2026-ban, mert a Fidesz vezetőségének fele börtönben lesz. Többek között ilyen erős kijelentéseket tett Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, aki a Mindenki Magyarországa mozgalom nevében az ellenzéki miniszterelnök jelöltként is megméretteti magát. Mutatunk egy rövid összefoglalót a Népszavának adott interjúból. Egy vértelen forradalom sem zárható ki, lehet, hogy néhány százezer embernek ki kell mennie az utcára. Ezt mondta a Népszavának Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltje. Azzal kapcsolatban, hogy Hódmezővásárhelyen a Városháza 13 vezetőjéből 10 hivatalban maradhatott, úgy fogalmazott, nem a fideszesekkel van bajuk, hanem a bűnözőkkel. Szerinte Hódmezővásárhelyen kitakarították a tolvajokat, de megtartották a jó fideszeseket, amin az érintettek is meglepődtek. Márki-Zay Péter szerint nem térhet vissza a NER 2026-ban, mert a Fidesz vezetőségének fele börtönben lesz. Úgy fogalmazott, a NER-t egy olyan pártpolitikusokból álló kormány hozhatja vissza, amely nem számol le a korrupcióval, nem hajtja végre a kíméletlen elszámoltatást. Hozzátette, amennyiben a Fideszt megtisztítjuk a bűnözőktől, a magyar társadalomnak nincs többé oka félni ettől a pártól. Fenntartja a korábbi állítását, miszerint több ellenzéki polgármestert is megvett a Fidesz, de némiképp pontosította a lehetséges érintettek körét, a Népszavának már főképp kis települések vezetőiről beszélt. A Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltje a lapnak adott interjúban arra is utalt, hogy előállhatnak abszurd helyzetek amiatt, hogy az ellenzéki előválasztási jelöltek már az előválasztás előtt sorra visszalépnek egymás javára. Márki-Zay Péter retteg attól, hogy 2022 tavasza után is Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét. Szerinte Hódmezővásárhelynek és az egész országnak érdeke, hogy ez ne így legyen. A kormánypárti járványkezelésről azt mondta a Népszavának, a világon Orbán Viktor kezelte a legrosszabbul a pandémiát. És akkor most Skype-on kapcsoljuk is Márki-Zay Pétert. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ahogy el is mondtuk, igen, erős állításokat fogalmazott meg ebben a bizonyos interjúban, ugye azt mondta, hogy 2026-ra a Fidesz vezetőségének a fele börtönben lesz. Ez azt jelenti, hogy ön úgy gondolja, hogy a fideszesek közül minden második bűnöző? A felső vezetésről beszéltem, én azt gondolom, hogy azok, akik az ország kirablásáért elsősorban felelősek, akik olyan kínai vakcinát vettek, amely mindössze 79% védettséget ad a nyugati vakcinák 95%-ával szemben, és ezt a vakcinát Szenegálnál kétszer magasabb áron vették, ez nyilván magyarázatot ad arra, hogy miért nem egy hatékonyabb és olcsóbb vakcinát vettünk, és ez csak egyetlen egy példa a lélegeztetőgépekről, a betelepített migránsokról, köztük terroristákról és bűnözőkről, vagy éppenséggel a megmagyarázhatatlan vagyonosodásról még nem is szóltunk. Ugye azt is mondja, hogy nem a fideszesekkel van baj, hanem közülük ugye a bűnözőkkel. Ez azt jelenti, hogy mással nincsen probléma, csak azokkal, akik mondjuk korrupcióban érintettek? Ideológiai problémákat nem lehet a Fidesszel kapcsolatban? Akár mondjuk a CEU elüldözése, a civil szervezetek megbélyegzése, újságírók megfélemlítése. Ezekről például nem szokott beszélni, hanem mindig csak a korrupcióról. Hát egyrészt azért, mert a korrupciót tartom a gyökéroknak. Én szerintem a jogállam visszaépítése, vagy a sajtószabadság lebontása, az mind azt a célt szolgálja, hogy a fideszes tolvajok ne menjenek börtönbe. Tehát alapvetően nekik ez egy létkérdés, de a korrupció miatt létkérdés az, hogy itt ne legyen demokrácia, és ne legyen jogállam, és ne legyen sajtószabadság. Tehát ez az egyik oka, hogy erről beszélek. A másik az az, hogy a jelentős része annak, amit ön említett, az nem büntetőjogi kategória. Tehát önmagában az, hogy valaki mondjuk nem a demokrácia híve, hanem mondjuk nem Európa híve, hanem Putyinnak, a volt KGB-s Putyinnak, vagy az iszlamista Erdoánnak, vagy a kommunista Kínának a barátja, ezt nem lehet büntetni. Ez egy szabad országban mindenkinek a saját elhatározása. Ha már ugye büntető jogi kategóriát említett, itt a korrupcióval kapcsolatban ugye azért lesz nagyon nehéz az elszámoltatás, ha lesz egy kormányváltás, mert hogy általában véve ezekre az ügyekre az jellemző, hogy persze morálisan nagyon sokan felháborodnak rajta, de jogilag elég jól körül vannak bástyázva. Tehát lehet, hogy mindig ugyanaz a személy nyeri meg a közbeszerzéseket, de jogilag rendben lévő mindig a történet, vagy általában.
Hogyan lehet tetten érni akkor ezeket mégis? Két dolgot hadd mondjak. Hódműzővásárhelyen, ugye nyilván Szeged abból a szempontból különleges, hogy itt már régóta azonos ellenzéki városvezetés van. 2019. októberében sok nagyvárosban a fideszes vezetést váltotta az ellenzéki vezetés. Én mindössze három várost tudok, ahol ezek közül elszámoltatás volt. Hódműzővásárhely, ahol ugye a többséget most már a közgyűlésben nem a Fidesz adja, Érd és Pécs. Sajnos a legtöbb ellenzéki városban sem tárták föl a korrupciós eseteket, de arról, amit mi föltártunk, arról önöket meg tudom nyugtatni, hogy rengeteg törvénytelenség volt benne. Hogy szó sincs arról, hogy minden tökéletesen körbe volt bástyázva. Lázár János nem tud egy számlát fölmutatni arról az 50 millióra becsült értékű útról, amit a kastély a kerítésén belül van, és ő körbe kerített, és a kastélyához tartozik. Nem tud számlát mutatni. Tehát az egyik az, hogy rengeteg szabálytlanságot, törvénytlenséget követtek el, amit most sajnos Polt Péter általában nem üldöz, de azért három országgyűlési képviselő, fideszes országgyűlési képviselő már részben vagy teljesen börtönben van. Mennyi Roland, Boldog István vagy Simonka valószínűleg nem sokáig marad szabadlában. Tehát szó sincs arról, hogy ők annyira tökéletesen loptak volna, hogy ezt ne lehetne bebizonyítani. De van egy másik szempont is. Én azt gondolom, hogy az elszámoltatásnak egy lehetséges módját már megmutatta Románia, ahol Kodruca Kövesi, aki ma már az Európai Ügyészségnek a vezetője, több mint 110 magasrangú politikust, minisztert, volt államfőt, volt kormányfőt dugott börtönbe. Tehát igenis van jogi megoldás erre, vagy éppenséggel a Hódműzővásárhely egyik testvérvárosának a polgármesterét is említhetem, az a Nagybánya, erdélyi Nagybánya város, ahol a polgármesternek a fideszes vagyonosodáshoz képest szerény 200 milliós vagyonról nem tudott számlát mutat, nem tudott igazolt jövedelmet, adózott jövedelmet felmutatni, amivel ezt lefette volna, őtőle elkobozták a vagyonát. Tehát a teljes vagyonelkobzás, a vagyonosodási vizsgálat az egy tökéletes megoldás, akár minden volt vagy jelenlegi országgyűlési képviselő, polgármester, miniszter esetében. Az nem ön ellentmondás egy kicsikét egyébként, hogy ön is azt mondja, hogy azokban a városokban, ahol vezetőváltás volt, ott is csak három városban történt valódi elszámoltatás. Hát ez nem önellátmondás, hanem azt mutatja csak, hogy hiába rázzuk az öklünket, a legtöbb párt egyáltalán nem akar elszámoltatni. Mi nekünk olyan ellenzék kell, és csak olyan tisztességes, becsületes ellenzéki politikusok kellenek, akik hívei az elszámoltatásnak. Ahogy egy publicista írta 2022-ben, csak olyan kormányváltásnak van értelme, amelyet kíméletlen elszámoltatás követ. Az elszámoltatás ugye valóban központi kérdése a kampánynak, és az ön kampányának meg mindenképpen. Akkor, amikor olyan mondatokat mond, például ebben az interjúban is mondott egy olyan mondatot, hogy Budapesten a fideszeseket leváltották, de a bűnözőket nem, akkor gyakorlatilag elkezdi erodálni az ellenzéki oldalt. Felmerül a kérdés, hogy az a fontosabb-e, hogy ön a saját kampányában hangoztassa az elszámoltatás fontosságát, vagy az, hogy az ellenzéki egységet összetartsa ön is, mint ahogy mindenki próbálja? Az ellenzéki egység... Belerúg az ellenzékben nyilvánvalóan az ilyen mondatokkal. Az ellenzéki egység az szükséges, de nem elégséges feltétele a kormányváltásnak. Az ellenzéki pártok már 10 év alatt bebizonyították számtalanszor, hogy ők nem tudják, sokszor nem is akarják legyőzni a Fideszt. Nekünk olyan ellenzékiekre van szükségünk, akik le tudják és le akarják győzni a Fideszt. Ehhez hiteles ellenzékiek kellenek, erre szolgál egyébként az előválasztás is, és ezért ellenzem azt, hogyha mutyikkal oldják meg azt, hogy adott esetben éppen nem a legalkalmasabb jelöltek, hanem pártalkuk eredményeképpen valaki más indul el egyes körzetekben, vagy éppenséggel a DK által akadályozott második forduló a 106 körzet akár mindegyikében, ahol nem volt 50%-os eredménye az első fordulóban valamelyik jelöltnek. Tehát a legfontosabb Orbán Viktor leváltása, a magyar demokrácia helyreállítása. Egy olyan ellenzéki összefogás, amely erre képtelen, vagy amely nem is akarja ezt megcsinálni, az a magyar nemzetnek semmi jót nem tesz. Aznak semmi értelme nincsen. És a magyar nemzet 80%-a, azt el tudom mondani, nem is akar ilyet. Tehát nem csak, hogy alkalmatlan a feladata betöltésére, nem is képes megnyerni a választást. Ha mi nem tudunk egy korrupciótól megszabadító és korrupciótól minél nagyobb mértékben mentes nemzeti egységet teremteni az ellenzék mögé, akkor nem lesz győzelem. Tehát ez abszolút sorskérdés. Ez nem az, hogy belerúgunk az ellenzékbe. Hát most már 3 éve rúgdosom az ellenzéket, hogy váltsák le Orbán Viktort. Mindig rendkívüli módon mérges és haragos vagyok rájuk, hogyha ők olyanokat csinálnak, amivel Orbán Viktort adják hatalmon.
Most itt például ugye egyre több választókerületben születik megállapodás, ön úgy is fogalmazott, hogy füstös szobákban, mert például a DK és a Jobbiknak az összefogása, vagy az egymás támogatása az nem egy természetes szövetség. Hogy látja? Ugye nagyon sok elemző mondja azt, hogy a legnagyobb erénye és előnye az ellenzéknek az előválasztás, és hogy ez a legjobb dolog, amit az elmúlt 10 évben kitaláltak. Na most ehhez képest az, hogy egyre több helyen egyeznek meg a pártok maguk, és nem vonják be a szavazókat, mennyire veszélyezteti vagy csökkenti a kormányváltás lehetőségét ön szerint? Hát ez nyilván körzetenként függ. Mindenütt veszélyezteti összességében, hiszen az emberek szabad véleménynyilvánítása helyett pártalkuk tárgyává teszi azt, hogy melyik körzetben ki fog indulni. Az előválasztás gondolata nem erről szól. Elsőként 2020. februárjában éppen a Mindenki Magyarországa mozgalom és annak vezetőjeként jó magam is kezdeményeztük a 106 előválasztást. Sorra tudtuk meggyőzni a pártokat, és legutoljára még a DK is beállt, és elfogadta ezt, mint megváltoztathatatlan tényt. Tehát azok a pártok is, akik úgy érezték, hogy nekik nem érdekük az előválasztás, beleegyeztek a 106 előválasztásba. Sajnos a következő lépés mostanában az az, hogy valahol mégis megrendezik azt a nulladik fordulót is, amivel mégiscsak kikerülik azt, hogy az embereknek az ítélete, a véleménye alapján indítsunk mindenütt legalkalmasabb jelölteket a Fidesz leváltására. Tehát természetes, hogy én ez ellen háborgok, ez ellen panaszkodok, ugyanúgy, ahogy javasoltuk ugye a több X-es választást is, vagy a második fordulót a 106 körzetben, vagy ahogy nagyon szépen kértem a pártokat, hogy a civilek függetlenek maradhassanak, függetlenek, ne kelljen őket valamely olyan párthoz kötni, amelynek önállóan is van elutasítottsága, az is veszélyeztetheti a Fidesz leváltását. Ahogy eddig, mi mindig azt fogjuk követni, ami a Fidesz leváltásához vezető legcélszerűbb, legjobb út. Még utolsó kérdésként, hogy kérdezem meg a véleményét egy mai aktuális hírrel kapcsolatban. Bolyán Zsolt azt mondta a műsorában, hogy a pápának nem is kellene idejönni, kérem, ne jöjjön ide. Ezt ugye arra mondta, hogy nem akar találkozni a pápa sem Áder Jánossal, sem Orbán Viktorral. Ön nagyon sokszor szokta hangsúlyozni, hogy mennyire vallásos életet él, és vallásos ember, ezért vagyok kíváncsi a véleményére ezzel kapcsolatban, hogy ezt üzeni a pápának, hogy ne jöjjön ide. Hát nyilván nagyon nehéz lenne Bája Zsolttal egyetérteni. Nagyon hirtelen nem tudnék olyat mondani, amiben egyetértenék vele, de biztos sok ilyen is van. Általában nem ezeket idézik tőle, hanem azt, amikor a pápát demens vénembernek szólította. Én azt gondolom, hogy a Fidesz nem lehet büszke Bája Zsoltra. Az, hogy valaki egy ennyire prominens fideszes politikusként, ennyire keresztény ellenesen és pápa ellenesen nyilatkozik, maga az egész stílusa, ahogy beszél, ahogy viselkedik, annak semmi köze nincsen a kereszténységhez, ezt mi keresztények nem is fogadjuk el. Én magam szemben a fideszes vezetőkkel 1990 előtt is minden vasárnap templomba jártam, engem gyermekkoromtól kezdve neveltek katolikusnak, 7 gyermeket felneveltem ugyanebben a hitben, én akkor is keresztény és katolikus voltam, amikor a Fidesz még térde csuhásokkal egyházellenes hadjáratokat indított, amikor a legutóbbi magyar pápalátogatást az újságjukban cápalátogatásnak gúnyolták, és akkor is katolikus és keresztény maradtam, amikor a Fidesz ezeket az értékeket sorra elárulta. Iszlamistákkal barátkozik, terrorista bűnözőket telepít be Magyarországba, Szájer, Borkai és Kaleta, Szálkú, és nem sorolom tovább azt a rengeteg aberrált és pedofil cselekményt, amelyek miatt a keresztények számára a Fidesz teljesen elfogadhatatlan és erkölcsileg vállalhatatlan. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és elmondtam véleményét. Köszönöm szépen.